szokványos helyen és nem szokványos témával jelentkezünk, de minden út az operába vezet. Írnám át a régi mondást. Bizony még a vasút is. Számtalan kapcsolódási pont van. Talán tudják néhányan, hogy az Operaház Erkel Színházának legrégebbi bérlete az a vasutas bérlet, például. Nem első alkalom és nem is utolsó alkalom az, hogy a MÁV támogassa a kultúrát ilyen kezdeményezések mellé, illetve élére álljon, hiszen az utóbbi években, a tavaszi őszi szezonban, ahogy elhangzott, az Operakaland révén már 100 000 diákot utaztattunk a fővárosba annak érdekében, hogy operaélményben legyen része, és annak érdekében is, hogy vasúti élményben legyen része, hiszen azt gondolom, hogy a diákoknak ez is meghatározó, és nem titkolt szándékunk az, hogy a fiatalok körében a vasúti utazást is népszerűsítsük. A költségek nem minimálisak az operás szempontjából, a MÁV szempontjából és a BKK szempontjából sem. Ugyanakkor a gyermek szempontjából igyekszünk ezeket minimalizálni. A cél az volt, hogy 1000 forint alatt kihozzunk egy ilyen látogatást. A diákcsoportoknak 90%-os utazási kedvezményt biztosítunk most is, és más kulturális élmények esetén is. Az sem titok és látható, hogy a MÁV-nak számtalan felmaticázott mozdonya járja az országot. Elsősorban kulturális történelmi hagyományokat próbálunk megmutatni és odavinni az emberek közé, és az első ilyen alkalom, hogy egy operavonatot hoztunk létre, és egy Tauruszt matricáztunk fel, és hirdetjük úton útfélen, hogy Faust 225-ös fesztiválra hívjuk az embereket, próbáljuk ezt népszerűsíteni. Egy kivétellel, hiszen ezt nem csak Magyarországon tesszük meg, hanem ez a mozdony Ausztriában is közlekedik. Nagyon köszönöm elnök asszonynak a lehetőséget. A mozdony matricázás, egyébként szeretném megköszönni a Operaház egyik érdekképviselőt vezető Bálány Balázsnak is, hogy segített ebben. Egyáltalán az ötlet, hogy kialakulhatott. Tudni kell, hogy ez a mozdony bármerre járt, tulajdonképpen két mozdonyal ér fel. Az ember sosem látja egy mozdonyt, aminek két oldalát, úgyhogy akár merre járhat, dupla erővel tudja hirdetni az Operaház két fő profilját, az opera meg a balett játszást. Ugyan nem voltam elég elővigyázatos, mert elfelejtettem az éjjel elküldeni azt a mozdony fotót, amely mozdony majd az erőcsarnokában ennek az Eiffel építménynek ki lesz állítva. De a telefonon meg tudom mutatni éles szemüveknek, hogy van egy legendás magyar MÁVAG gyártmány, a 301-es sorozat, abból van még egy olyan mozdony, amelyik hát egy kicsit romos állapotban várja a sorsát István telken, a MÁV tulajdona, és elnök asszonynak még csak a szóbeli ígéretét bírom, de majd nyilván utána megyünk ennek, hogy a kormány tényleg hozzájárul, hogy azt elvontathassuk oda az Eiffelbe, és büszkén a mi saját munkatársaink, lakatosaink, asztalosaink újíthassák föl egy étkezőkocsival együtt, és hát egy újabb, immár örök vasúti kapcsolat akkor mindig kettő között.